Van egy szomorúbb aktualitása is, hogy itt vagy, ugye az édesapád elhunyt őszinte részvétem valamennyi. Köszönöm. Kollégánk nevében. És akkor kezdjük is ennél, hogy Mészői Géza már nem a csapatedzője, vagy legalábbis úgy tudom, hogy ez már faktum, holott ugye az új befektető érkezése pedig még nem az. A kívülállóknak lehet ez egy úgymond egy furcsa döntés, vagy igazán nem érthetik, hogy miért hoztunk meg egy ilyen döntést, mikor még nincsen végső tulajdonosa a labdarúgó csapatunknak. Mi is nagyon sokat hezitáltunk, hogy úgymond ezt a hírt a Gézával megosszuk, de úgy ítéltük meg, hogy őszintének kell lenni, és hogyha az ügyvezetés megkapta azt az információt a leendő befektetőtől, hogy egy új szakmai stábbal kíván együtt dolgozni, akkor nekünk úgy a kötelességünk ezt a Gézával megosztani, és nem arra várni, hogy majd január 15-én vel esetlegesen azt mondják, hogy na akkor... De ezt szerintem senki nem vonja kétségbe, hogyha érkezik egy befektető, egy komoly befektető, akkor ő majd megmondja, hogy kivel dolgozik együtt. Itt ugye az a furcsa ebben az egészben, hogy még nem biztos, hogy érkezik ez a befektető, csak előszerződés van. Egy elnökségi határozat született ezzel kapcsolatosan, egy előszerződés jóvá lett hagyva. Én azt mondanám, hogy ez 99%, hogy ez egy úgymond végleges szerződésé fog alakulni. Nagyon kicsi a százaléka vagy a valószínűsége annak, hogy nem ez a befektető társaság fogja jövőben irányítani a Vasast. Ezért is mertük úgymond azt a döntést meghozni, és egy kicsit elébe menni a dolgoknak, hogy a Gézával is úgymond ezt a hírt megosszuk. Mi is, én is személy szerint nagyon sajnáltam. Nem véletlen, hogy az elmúlt 3 évben a Gézával dolgoztunk együtt. Mi, mint Vasas, ha továbbiakban a klub lett volna, vagy maradt volna a tulajdonos, akkor mi semmiféleképpen nem váltottunk volna a szakmai stábnál. Ahogy te is említetted, ha jön egy új tulajdonos, akkor az ő döntése, hogy kivel akar együtt dolgozni. Ez teljesen nyilvánvaló, csak ugye ott van az 1%, mi az az 1%, akkor elmondod, hogy és azért, miért nem végleges azért, a szerződés? Még azért annyit hagyd mondjak el, hogy ha viszont nem tesszük meg ezt a lépést, hanem úgymond halogatjuk, tudva az, hogy valószínűleg, sőt biztos, hogy váltanak a szakmai stábnál, és mondjuk nem a szakmai program szerint készülnek fel a játékosok, amiket már az új tulajdonos úgymond elgondolt, és január 4-én nem az a szakmai stáb veszi fel, vagy kezdi el az edzéseket, aki úgymond a tavaszi szezont fogja irányítani, vagy esetlegesen nincsen már felmérve a csapat, tehát tudva az, hogy mely játékosokat kell úgymond elküldeni, és mely posztokra kell erősítést hozni, akkor felmerülhetett volna bárkiben, hogy milyen komoly befektető az, aki úgymond január közepével, vagy január első 2 hetében kezd el kapkodni, és akkor hoz meg bizonyos döntéseket. Jó, tehát okay, de nyilván ez a probléma nem is létezne, hogyha most nem előszerződés kötetett volna, hanem egy végleges. 4-5 hónapja tárgyalunk ezzel a féllel. Azért kötetett előszerződés, annak bizonyos jogi pénzügyi átvilágításával még nem fejeződött be, arra még kell egy 2-3 hetes idő. Mármint a klubba a Vasas átvilágítása. Igen, hát a Vasas Futball Kft.-nek az átvilágítása. Én azért is merem azt mondani, hogy 99%, én már 100%-at mondanék, de természetesen ezt nem mondhatom, hiszen csak egy előszerződéssel rendelkezünk. De abban az előszerződésben rengeteg olyan garancia van, ami megerősített minket abban, hogy végre most van egy olyan fél, aki ténylegesen komolyan gondolja, sőt, több hónapja tárgyal velünk, egy 15 oldalas előszerződés íródott alá, pénzügyi garanciákat letették, a szakmai stáb már itt volt, készülnek arra, hogy januárban... Megjelentek itt számok, akkor bocsánat, 350 millió helytálló? Értelemszerűen én, mint ügyvezető elnök, ezt nem erősíthetem meg, így van. Az biztos, hogy nem egy forintért adtuk el a Vasas labdarúgó vagy a Vasas Futball Kft.-nek a 99%-os tulajdonrészét, különben nem csak az első csapat az, ami ebben a, hogy mondjam, kis csomagban benne van, hanem az U16, U19-es akadémiának is a működtetése, és ezen felül pedig a stadion területe, ami 40 ezer négyzetméteren fekszik, annak a kizárólagos használati jogát is benne foglaltatik. Mert ugye az nem a Vasas tulajdona. Nem, ez a magyar állam tulajdona maradt, a Vasas vagyonkezelésében van, és most pedig a vagyonkezelői jog időtartalmára pedig egy kizárólagos használati jogot kap meg a Vasas Futball Kft. Tehát tovább adhatja? Nem adhatja tovább, nem. Tehát maga a Vasas Futball Kft., amely irányítja az első csapatunkat, irányítja az akadémiát. Ilyesenek a Vasas Futball Kft.-nek lesz 99%-os tulajdonosa. Így van. Így van. Jó, megjelentek nevek a mai nemzeti sportban, ugye Della Casai és Bressani. Helytállóak ezek az információk? Ez a másik, hogy és a mai sportnapilapban is
tekintélyes sportnapilapban megírodott az, hogy hát valahol egy kicsit röhelyes, hogy a Vasas úgymond titkolózik. Én egyáltalán nem titkolózni szeretnék, én lennék a legboldogabb, hogyha ma már azt mondhatnám, hogy egy végleges szerződés aláírodott, és a pénz átutalásra került, hanem az előszerződés benne van az, hogy mikor és milyen információkat oszthatunk meg. Különben az ember tanul, és biztos vagyok benne, hogyha adja az Isten, hogy ezt már nem kell még egyszer végigvinni. Ha újra eladnánk a Vasas Futball Kft-t, akkor máshogy járnék el. Ez megint tulajdonképpen rendben lenne, csak egyet nem értek én legalábbis, de gondolom nem csak én, hogy hát ha valaki idejön edzést tartani, mert ugye hát ez megtörtént, felméri a játékosokat, jelen van, akkor utána már nem mondhatja azt, hogy nekem semmi, már mégiscsak mondja, nekem semmi közöm ez az egész üzlethez. Tehát a lényeg az, hogy ők is a munkáltató, tehát a főnök. Tehát a főnök azt mondta, hogy addig nem lehet. Így van. Igen, a főnöknek nem mindegy, hogy most tételezzük, hogy nem jön össze az üzlet. Vegyük a legrosszabb verziót, bejön az 1%, valamit találnak, hopp, megyünk. Hát nem mindegy a főnöknek, hogy most az ő neve itt Magyarországon felmerült, mint esetleges Vasas tulajdonos. Tehát mindannyian speciálisak vagyunk. Lehet, hogy valami oka biztos, hogy van. Én se tudom pontosan az okát, mert én is többször kértem arra, hogy én se látnék benne semmilyen különlegeset, hogyha mondjuk el, és hogyha nem jön létre a szerzés, akkor sincsen tragédia, mert ténylegesen komolyan gondolták, és tényleg sokat dolgoztunk ezen. Akkor jó, hivatalosan ezt úgy szokták mondani, hogy sem cáfolni, sem megerősíteni, nem sem tudod cáfolni, ezeket, sem az, ezeket az információkat. Igen. Jó. Olvastam neveket is, szintén ugye ebben a cikkben, hogy kikre nem számít az Egyesület a továbbiakban. Ez megfelel a valóságnak? Mert két név volt nekem megütötte a... Többségében nem minden név felel meg a valóságnak, és különben, ha nem is jött volna az új befektető, vagy nem lenne új tulajdonos a Vasasnak, akkor is ezeket a döntéseket mi meghoztuk volna. És Petár Divics akkor is köztük lett volna például? Vagy Kincses Péter? Ez egy jó kérdés. Mert két alapvetően... A Divics nem megy el, a Divics az marad. Aha, tehát akkor ez dezinformáció. Igen, azért mondom, hogy nagyon sok olyan információ kerül napvilágra, amiben vannak olyan részek, amik igazak, csak nem tudjuk megerősíteni, mert nem nincs meg az a fajta jogosítványom, hogy ezt most megtegyem, de van olyan, ami abszolút nem állja meg a helyét. Jó, akkor rá is kanyarodhatunk ugye a másik, úgymond szomorú aktualitására ennek a beszélgetésnek. Ez a bizonyos bunda ügy, és ugye megjelent szintén egy cikk, hogy félhet a Vasas is, és akkor azóta tulajdonképpen semmi konkrétum nem hangzott el, de azért kíváncsi lennék, hogy neked korábban voltak-e információid arról, hogy esetleg lehettek gyanús mérkőzések, játékosok érintettek lehetnek-e, és ilyen játékos szerepele a most szabad listára kerülők listáján. Sőt, én azt mondom, hogy én is szeretném tudni, hogy esetleg voltak ilyen visszaélések, vagy csalások. Neked volt furcsa meccs? Én mindig azt mondtam, és lehet, hogy ez is furcsa egy ügyvezető elnök szájából, aki közel egy éve irányítja a focit. Én nem értek a focihoz. Én szeretem a focit. De én úgy gondolom, hogy egy Mészői Géza, vagy egy Vancsa Miklós, akik tényleg egyrészt hosszú ideig focitak, aktívak voltak, és jelen pillanatban pedig hát vezető pozícióban voltak a csapatnál. Biztos vagyok benne, hogy ők lettek volna az elsők, akik följöttek volna az irodámba, és azt mondták volna, hogy elnök úr, hát itt valami nem stimmel. Én egyetlen egy olyan jelzést nem kaptam tőlük, hogy esetlegesen úgy ítélnék meg, hogy voltak olyan meccsek, ahol a játékosok nem tettek volna meg. Ezzel gondolom a vagyonod felét sem tennéd fel arra, hogy biztos, hogy nem tettem semmi. Természetesen azért ezt a fociban a bunda, az úgymond az nem most indult el az elmúlt egy pár évben. Sőt, ma már úgymond a régi generációt, ha lehet így fogalmazni, akkor már viccesen hallgatjuk úgymond egy vacsoránál, ahogy mondják, hogy bizonyos meccseken esetleg mik történtek. Én úgy gondolom, hogy biztosak nem lehetünk abban, hogy két-három játékos nem állt össze, és beszélte de meg. De konkrétum azóta sincs. De nem. Sőt, és pont ezt mondom, hogy azért úgy elindítani egy információ áramlást, hogy se hivatalos, se nem hivatalos megkeresést úgymond, vagy információt nem kap az Egyesület, és már úgymond esetlegesen egy sportnapilap címlapján azt szerepeltetni, hogy egy-egy egyesület benne van a bundában, én nem hiszem, hogy ez szerencsés, hanem meg kellene várni azt, hogy ha kellő bizonyítékkal rendelkezünk, akkor ezt megtegyük. Reagált a tulajdonos jelölt? Ő mit szólt, amikor látta? Végül is szerencsére pont aznap, amikor
Kisteleki úr összehívott egy rendkívüli elnökségi ülést, akkor ők még Budapesten tartózkodtak, és elmondtam nekik, hogy milyen okból kifolyólag tartották ezt az ülést, és ők annyit mondtak, hogy ők ezzel most per pillanat nem foglalkoznak. Tehát én úgy gondolom, hogy igazán őket ez nem fogja befolyásolni a végső döntésükben.